A karcagi óvodákban is több személyiségfejlesztő tehetséggondozó projekt zajlott a közelmúltban. Ezek egyike volt a Gyertek-gyertek játszani elnevezésű programsorozat, amelynek eredményéről az Oktatási Hivatal tavaszi pedagógiai napokon számolt be a programvezető. A miniszterelnökség 1 millió forintos pályázati támogatásával, 16 gyermek és szüleik bevonásával a Bíborka Gyermektánc Tehetségfejlesztő Műhelyben valósult meg a fejlesztő tehetséggondozó program. A pályázat megvalósulása során törekedtem arra, hogy az ünnepkörök egymás utániságával, az őszi, a tavaszi, a téli ünnepkörök egymás utániságával a foglalkozások alkalmain a gyermekeim közelebb kerüljenek a népi kultúrához, a népi hagyományokhoz, a jeles napokhoz, a népzenéhez, és célom, hogy megszerettessem velük a népzenét. Együtt mozogjunk, játszunk, és fejlődjön komplex személyiségük. A 60 órás program része volt a szüreti mulatság, amely elképzelhetetlen lett volna a mustkóstolás nélkül. Őszi rendezvényünk mindig a szüreti mulatság. A szüreti mulatságot óvodánkban tartottuk, szülők bevonásával, ahol kézműves tevékenységek, a szüret fő momentuma a szőlőnek a feldolgozása történt, mustot ittunk, illetve népi iparművészeket hívtunk meg, és tevékenykedtünk a gyerekekkel közösen. De a gyerekek megtartották a farsangot is, múzeumba mentek. A zeneiskolában hangszerismerkedésen vettek részt, de jártak a debreceni Báb Színházban is.